Sziasztok! Véletlen folytán ide csöppent egy NSU motorkerékpár, amit látjátok. Most egy kicsit részletébe belemegyek abba a dologba, hogy hogy is néz ki. Nem értek hozzá, NSU, annyit tudok. Minden részletében Erti motorkerékpárról kell, hogy beszéljünk, tehát nem felújított, hanem eredeti. Egy-két apróságot módosítottak rajta, a hozzá nem értő észre se veszi. Ebben a dologban bele tudott kötni Mr. Csík, de ne kötekedjen ebbe a dologba bele, örüljünk, amink van. És hogy milyen is, egy eredeti állapotában lévő NSU motorkerékpár. Hogy hány köpcentű, milyen évjáratú, azt találjátok ki. De mindesetre egy próbaindítást azért csinálok rajta. Megnyitom a benzincsapot. Egy nagyon klassz sisakja van a sásznak, és hogy ezt fel is próbálom, hogy hogy is mutatna rajtam. Jó, köszönöm szépen. Elveszem a szemüveget is. Addig legyek ellen. Puh. Gyújtás. Csap nyitva. És akkor rúgunk egyet rajta. Lehet, hogy már sok volt neki. Vagy nem sok. Sok. Itt van, ő gérhes. Itt, amit látni kell, egy kicsit az óhazban vagyunk benne. Ami még hiányzik hozzá, az ülésváz. Az ülésváz az megmaradt, elől-hátul, viszont az ülések azok halál-szar állapotba kerültek. Újat ígértek, de még nem érkezett meg. Van még egy kis kárpítós munka, a középső oszlopnak, a B oszlopnál van egy ilyen takaró gumi, amit egy ilyen vászonnal van bevonva, azt kell még beletenni, gumitömítés ide megvan, amit még kell fényezni rajta, a motorháztető, az nincsen még kész rajta, a kerekek készen vannak, előtte készítve, még a kerékanyákat kell még lefesteni, még a kerékjárókat kifújjuk alvázvédővel, és lassan össze is áll, amit még kell feltenni, itt a gumiprofilokat. Mint látjátok, ezeken nincsen furat, mert ez zsírúj felső részt tudtunk szerezni, átlettek rakva, a fényképekkel mellékelve tudjuk megmutatni nektek, hogy miket dolgoztunk rajta. Ebben a pillanatban most ez így néz ki, és viszont szeretnénk egy más dolgot is bemutatni nektek.
új ajtó, ezt még ki kell fúrni ilyen gumival, ilyen lécet kell még feltenni rá. Akkor van hozzá a belső gumiszőnyeg, az ülésekre még mindig várunk. Tehát itt van a kerék, amit még nincs feltéve rá. Meg itt van valami, ami csüng rajta. Hoppa. Ezt mondod? Igen. Hát mert nincs helyette új. Ez nincs kifúrva, mert új ajtó, és ez még gyári zsírúj ajtó fedél, és ezeket helyezzük fel új szögeccsel, új gumival. Egy kis bemutatót tartok nektek.